Best for Soil – A talaj egészsége – Gyakorlati információk Hello! Saskia vagyok. Az egészséges talaj jót tesz a termékenységnek és a jó minőségű növényeknek. Itt vagyunk, Zwifterbandban, ahol éppen a zöld trágya kiszórására készülnek. Ez az egyik módszer a talaj egészséges állapotának helyreállítására és megőrzésére. A talaj egészsége a talaj azon képessége, hogy megbírkolzon az érkező betegségekkel és kártevőkkel és elegendően alacsony szinten tartsa a populációikat ahhoz, hogy a növények ne szenvedjenek kárt. Az egészséges talajökoszisztéma gazdag biodiverzitást jelent, ahol a talaj elegendő mennyiségű szerves anyagot, mikroorganizmusokat, fonálférgeket, ízeltlábúakat és földi tartalmaz. A kulcsfontosságú mikroorganizmusok a baktériumok, gombák és protozoák, különösen gazdagon belépesítve a növény gyökerei melletti területeket, ahol számtalan módon működnek együtt. A talaj szerves tartalma a termőtalaj alapja. A talaj nagyobb aktivitását és diverzitását segíti elő, ami ösztönzi az egészséges növényi kultúráknak kedvező talajfolyamatokat. A szerves trágya által stimulált talajmikróbák elnyomhatják a patogén mikroorganizmusokat, felszabadíthatnak ásványi anyagokat és javíthatják a talajállag stabilitását. A szóban forgó szerves anyag növelésének legjobb gyakorlata a stabilizált szerves trágya, például a komposzt hozzáadása a talajhoz. Számos mezőgazdasági gyakorlat segíthet a talaj ökoszisztémájának optimális működésében és a talaj egészségének megőrzésében. Minél több gyakorlatot kombinálnak, annál nagyobb a lehetséges hatása a talaj egészségére. A megelőzés olyan megelőző módszerek, mint például a takarónövények, elősegítik a talaj hasznos életét, ami viszont hozzájárul az egészséges növényekhez. Jó példát látunk a két legjobb gyakorlat kombinációjáról: takarónövények és anaerob talajfertőtlenítés, ASD. A takarónövényeket, például az olasz csenkesz, be lehet szántani a talajba például a talaj szerves anyag tartalmának felépítéséhez és a talaj szerkezet javításához. Az anaerob talajfertőtlenítéssel kombinálva a talaj környezete átmenetileg anaerob állapotba kerül. Bizonyos mikroorganizmusokat stimulálni kell a szaporodáshoz, és ezek anaerob körülmények között olyan anyagokat termelnek, amely számos talajeredetű kártevőt és betegséget elnyomnak vagy kiírtanak. Így módon a takaró növény tápanyagot forgat be, és felépíti a talaj szerves tápanyag készletét, míg az ASD eljárással a talaj fertőtleníthető. A szolarizálás egy hasonló technika. Szolarizáció során a talajt műanyag fóliával borítják, hogy csapdába egység a sugárzást, és a talajt olyan hőmérsékletre lehessen felfűteni, amely elpusztítja a betegségeket és a kártevőket. A bioszolarizáció során a folyamat sebességét növeli szerves adalék vagy komposzt hozzákeverése. Ha a talaj ökoszisztémáját megértjük, és azt, ahogy az eljárások a talajt a felszín felett és alatt befolyásolják, a talaj egészségének növelése érdekében profitálhatunk működési mechanizmusukból.